Ezúttal Görles Martin tolmácsolásában csendült fel a Nagykanizsai Tavaszi Művészeti Fesztivál jól ismert szignálja, a tavaszi szélvizet áraszt. A programsorozatot Cseresnyés Péter nyitotta meg. A miniszterhelyettes országgyűlési képviselő azt mondta, a kultúra reményt és hitet adó szerepére ma is szükség van, amikor a nemzet identitását nap mint nap támadások érik. A kultúra ez a lelket nemesítő, gyógyító élmény, amely az évszázadok során sokszor pajzsunk, támaszunk volt, ma olyan, mint megvédendő kisded, akiért szülei felelősséget vállaltak. Óvni kell és szeretni, és bármi áron, bárkivel is szembeállni érte, hiszen a mi vérünk belőlünk és elejünkből áll. A tavaszi művészeti fesztivál több mint két évtizedes múltra tekint vissza Nagykanizsán. A rendezvény sorozata tavaly elhunyt Petermann Károlyra emlékező fotókiállítással indult. Fájdalmasan ért bennünket egy évvel ezelőtt a halálhíre, és egy mindenki számára egy szeretett, kedvelt ember volt a Karcsi, ugye mindenki így emlegette. Amúgy egy nagyon-nagyon jó ember, egy nagyon jó fotós volt, és hát úgy gondoltuk a Kanizsa Fotóklubbal karöltve, hogy a Nagykanizsai Tavaszi Művészeti Fesztivál 2019-es megnyitóját az ő emlékének is szenteljük. A klubtag jól ismert fotói mellett eddig még sehol nem publikált képeket is kiállítottak. Petermann Károly életművét Dénes Sándor ajánlotta a megjelentek figyelmébe. Személye, lelkesedése, a virágok iránti szeretete, a fotózás öröme vele együtt eltávozott, de mindezek emlékezete és képei megőrződtek a világnak bennünk, és általunk, és természetesen a fotóművei által. Az itt látható alkotások a mai napon nagyon is élővé teszik számunkra Petermann Károlyt, Karcsit, akinek, ahogy ő és klubtársai emlegették, szinte fotóvegyszer csörgedezett az ereiben, és a fotólaborja volt a szentélye. A galériában egy vitrin is látható olyan képekkel, amelyek a fotóst örökítik meg, zömében különféle fotótúrák alkalmával. Ő az. Este már a Virágot Algernonnak című darabot nézhette meg a színház kedvelő közönség a HSMK-ban. A nagy sikerű regényt a főszereplőt alakító Szervét Tibor írta át. Igazából ez egy életparabola. Tehát jószerűen mindenki így úgy magára ismer. Az ember, ha tetszik, hanem megéli azt, hogy van egy gyermeki állapota, van egy nagy kiteljesedési időszaka, és van egy elveszési időszaka. A Horgas Ádám rendezte előadást a Játékszíntársulata hozta el Nagykanizsára. A tavaszi művészeti fesztivál keretében a héten is komoly és könnyű zenei koncertekre, valamint további színi előadásokra várják csak nem minden nap a kanizsaiakat.